Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal. Nils Holgersson. Írta Zelma Lagerlöf. Ott repül Márton Ludon. Karlskrona kikötőváros. A hold már magasan állt fenn az égen, de a vadludak még mindig nem találtak elég biztonságos pihenőhelyet maguknak. Féltek, hogy a bosszúszomjas Szmöre megzavarja éjjeli nyugalmukat. Lejjebb ereszkedünk! Különös éjszaka volt. Olyan kísértetiesnek látszott fentről minden, mint egy rossz álom. Nézd, ébredj, azt hiszem leszállom. Hagyd már, pocok, fogd be a szád, hagyd aludni. Jaj, nem merek lenézni, jó ég. Mit csináljak? Azonnal kállj fel, szörnyen félek, hallod? Jó, kelek már. Jó, nézd, micsoda tengeri szörnyek vannak ott. Vajon miért vannak ennyien? Tengeri szörnytalálkozót tartanak? Nézd! Biztosan azt beszélik meg, hogyan győzik le a szárazföldi szörnyeket. Oda nézd! Te hiszen ezek? Hajók. Hajók. Itt vannak a szörnyeid, köszönj nekik szépen. Hogy vagy az én szörnyeim? Nekem úgy tűnt, hogy te is elsápadtál, amikor megláttad őket. Ami igaz, az igaz. Hol vagyunk? Karlskrona kikötőváros fölött. Tegyünk még egy kört a kikötő felett. Hadd nézzem meg a hajókat. Na tessék, az uraság kény utazásra vágyik, már se hiányzik, amikor mindenki hull a fáradt. Mikor szállok már le, nem bírom tovább. Türelem, mindjárt megérkezünk. Különleges pihenőhelyre viszlek titeket ma. Sajnálom, Nils, már késő van ahhoz, hogy még egy kört tegyünk. Nagyapám matróz volt, és itt lakott Karlskronában. Azt mondta, hogy a világ legérdekesebb hajóit lehet itt látni. Nem feküdni le végre aludni? De nem tudok aludni. Úgy szeretném megnézni a hajókat. Nagyapám annyi érdekeset mesélt a kikötőről, meg a hajógyárról is. A múlt éjjel nem aludtunk egy szempunyás sem. Feküdj le! Ha akarod, énekelek neked egy szép altatódalt, attól megnyugszol. Jaj, ne, köszönöm, inkább ne. Hát nem. Miért nem mennék oda? Menni tudok. Nem muszáj mindig repülni. Nincs, eszembe ne jusson. Gyere te ne. Is. Jaj. Júj, vigyázz, júj. Talán elnézés vagy valami. Végül is ez a vacsorám volt. Tényleg? Elnézést kérek, uram. Már késő. Nem bocsájtok meg. Nem Fussunk ki, hogy fussunk! Megállni! Nem hallottátok? Megállni, azt mondtam!
megérdemeltétek. Jó ét! Jaj. Hát ez meg mi? Kocok, ébredj! Kocok! Azt hiszem, a kutyát sikerült leráznunk. Ezt nézd meg. Hát ez a bádok huszár meg mit keres itt? Mire vagy olyan beképzelt? Talán arra a szép harcsapofádra? Azt hiszed azért, mert ekkora oszlopon állsz, mert mindenkit lenézhetsz, mi? Ne, harcsapofájú. Jaj. Mit csinálsz te itt a piasztér közepén, he? Na szólalj már meg! Egy ne vágj olyan savanyú képet. Na nem, ezt inkább nem. Ez a tiéd. Nesze. Ezt jól megkapta. Mi van veled? Mit hiedezel? Az az izé rám nézett a szemével. Ez... Bolond vagy, te pocok, hallod, de hogy nézett volna rád, amikor ez egy szobor fémből van? Ne, nem értem. Most megint a kezét is megmozdította. Hülyeség. Na jó, harcsapofa, nekem is mutasd meg, hogy tudsz mozogni. Helyetben nem pibaszkodnék veled, Nils, az ember sohasem tudhatja. Gyáva alak vagy, pocok, na gyere. Én? Én nem merek hátra nézni. Nézd meg te. Nézzünk hátra egyszerre. Szólok mikor, jó? Jó. Most. Most. Most megijedtetek, mi? Észre. Alattvaló, kihallgatásra jelentkezzen. Hát ez nem lehet igaz. Biztosan álmodunk. Előlem úgy sem menekülhet. Azonnal járuljon Elibén. Nem bírom már tovább. Nem. Gyertek, ide hozzám! Mi az? Ki szólt? Gyertek hamar! Megyünk! Ne féljetek! Vajon nekünk szólt? Inkább maradjunk itt! Nem. Kérlek szépen, bárki is, hogy ha bár hangom nincsen, adakozza a szegényeknek, s megsegít az Isten. Gyertek hamar! Jöjj! Hát, te melyik halatvalón vagy?
Engedelmével Rosenbaum. Azelőtt főkapitány voltam. A katonai időm letöltése után templomőrnek tettek meg a tengerészetnél. Végül pedig fába faragtattam és a szegények persejének állítottam. Kérlek szépen, bárki is vagy, ha bár hangom nincsen, adakozz a szegényeknek, s megsegít az Isten. Ügyesen bemutatkoztál. Miért mondta neki azt, hogy felség? Nyilván hát azt meg tudnád-e mondani, nem futott-e erre egy egészen kicsiny emberke az imént? Engedelmével felséged, igenis erre futott, de éppenséggel az ellenkező irányba. Négy szem többet lát, mint kettő. Gyere, segíts nekem. Legalázatosabban könyörgök, felség, ha hadd maradjak a helyemen. Én ugyanis külső kinézetemmel ellentétben belülről már rég elkorhattam, nem tudok én már mozogni. Hogy merészelsz ellenkezni? Ez valami új divat? Velem jössz! Meglátod, tudsz te mozogni, ha akarsz. De még mennyire, hogy tudsz? Semmi. Hé, Rosenbaum, melyik király ez? Meg kell találnunk azt a gyereket. Neveletlen kölyök, de ha én egyszer elkapom, Móresre tanítom annyi szent. Segítség! Rosenbaum! Felséges uram! Felséges uram! Ne sopánk, hogy húzz! Húzom én! Te így egyedül nem igen boldogulok! Valamit muszáj kitalálni, ha beesik a vízből, megeszi a rosta. Ha megkérhetném felségedet, hogy felséges térdével a falhoz támaszkodna. Azonnal jövök. Mi az? Mi az? Megtagadja a segítséget tőlem? Kötelessége az uralkodónak segíteni. Én dehogy is tagadom, felség. Kegyeskedjék a kötelet elkapni, felség. Húzd, Rosenbaum, húzd, tartsd erősen. Nehogy elerezd! Húzd! Húzd! Hát ez ügyes volt. Köszönöm. Kegyes engedelmével, felség, ne nekem köszönje, hanem ennek a gyereknek. Nekem? Igen. Hát itt vagy! Na, engedjen el, tegyen le, tegyen le! Mire ez az izgalom? Csak köszönetet akarok mondani, ezt csak megengeded? Akkor tegyen le a földre, és úgy mondjon köszönetet. Szavamra ez a kölyök nagyon pinasz. Honnan vagy? Nils Holgersson vagyok, Skónéból. Hogy lehet az, hogy Skónéban mit sem hallott uralkodójáról? Ennek feltétlenül utána járok, Nils Holgersson. Mi az, inatba szállt a bátorságot? Lehet, hogy uralkodónak képzeli magát, de nekem nem uralkodom. Nem hiszem el, hogy király. A királyok egyáltalán nem ilyenek szoktak lenni. Szépen beszélj a felséges úrral, te! Hallod, hogy beszél velem? Na, mit szólsz ehhez? Ez a törpe merészel engem kritizálni. Engem, 11. Károlyt, e város alapítóját. Azért, mert én nem vagyok olyan nagy, még nem kell lenézni, jó? Engedelmével, felség, bocsásson meg ennek a balga gyermek. Hadd csak, tudok én magamért beszélni. Majd én bocsánatot kérek, ha akarok. Most már elég! Aki így bánik a kisebbel, azt én nem fogom felséges uramnak szólítani. Nem fogom soha! Nekem csak az a felséges, aki felségesen viselkedik. Majd én megmutatom neked. Felség, ne! Kövess! Felséges uram! Legalább hajókat is látok. Mi? Jaj, gyorsan!
Én ezt nézve. Nézd, inkább bújjunk el. Vitorlát bonts, horgonyt fel és indulás! Igen is, felség! Mindenki a vitorlákhoz! Engedd le! Pocok, ezek elindulnak. De kis szárazföldi patkány, nem szándékozol munkához látni? Milyen? Ja, hát akkor indulj, fel az árbocra! Igen. Magas hegy a láthatáron! Ó! Jól van, a végén még helyre matróz legény várik belőle. Köszönöm, igyekezni fogok. Ha ebben az irányban mentek tovább, viharba kerültök. Szent ég, ha ebben az irányban megyünk tovább, viharba kerülünk. Marhaság, mióta látsz a jövőbe? Most mondta a sirály, biztos, hogy nem hazudott. Minek nézel engem, te szárazföldi patkány? Ne gyere neked ajka mesékkel, ha feltűnítenek, ne szülyes unokám lenni. De tényleg ezt mondta? Mindjárt leküldenek a hajóférékre! Akkor segítenünk kell. Ugyan segítsen! Segítünk! De azt is mondjátok meg, hogyan? Segíteni kell rajtuk, a következő hullám elnyeli őket! Hát igen. Segítsen! Segítsen! Na mi legyen, kapitány, felvegyük őket, vagy ne? Menjétek közelebb hozzájuk! Képtelenség most megfordulni! Tegyetek mentőcsónakot a vízre! De ti menjetek vele! Kapitány úr, megkérem a sirályokat, hogy segítsenek! Marhaság! Én tényleg tudok a nyelvükön! Ugyan, hiába tenger újra és újra meglepetésekkel szolgál. Bízzák rám, elintézem. Maguk csak szerezzenek jó hosszú köteleket. Segítség! Segítsetek! Segítség! Amikor azt mondom rajta, akkor minnyáján egyszerre felrepültek, jó? Jó, jó, értettük! Rajt, repüljetek! Ez eddig pompás. Na, húzzátok! Húzzátok! El ne ereszétek! Húzzátok, fiúk! Mindent bele! Oh, 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 oh.
ember sok időt tölt a tengeren, lassan már semmi sem csodálkozik. Bizony, felség, úgy hiszem, lejárt az időnk. Igazat szólsz, Rosenbaum, hű alattvalóm. Ugye, hogy milyen csodálatos volt ez az éjszaka? Mit szándékozik felséget tenni a gyerekkel? Futni hagyom, igen bátran viselkedett. Belevaló fickó, annak ellenére, hogy alig nagyobb, mint egy babszem. Felség! A nap mindjárt felébreszti a várost. Bizony, Rosenbaum, a mi időnk lejárt. De leám. Ébredj! De Kár, olyan jót álmodtam, vihar volt. Te is, én is viharról álmodtam. Mi? Furcsa, ezek mind benne voltak az álmomban. Viharba kerültünk, aztán segítettünk néhány hajótöröttön. Ez az én álmomat mondja. Itt van. Itt a helyén. De most inkább nem mondj neki semmit. Jó reggelt, Bádog király. Hallgass már. Csak köszöntem neki. Jó, jó. Éljen, 11. Károly király. Éljen. Nils, már tővé tettük érted a várost. Kákkal, aki akkor szörnyen dühös rád. Majd 11. Károly kiment nála. Mehetünk. A vadludak Karlskrona kikötővárosból Blekinge irányába repültek tovább a Ronneby folyó mentén. Éjszakára olyan hálóhelyet akartak találni, amely biztos védelmet nyújt Snöre elől. Ám de úgy adódott, hogy aznap a gonosz róka is épp arra kódorgott. Délután felé egyszer csak nem messze a folyóparttól vadlud csapatot pillantott meg. Rögtön feltűnt neki, hogy egy fehér lód is van köztük, így aztán nem volt kétsége afelől, hogy kikkel van dolga. No, de mindenről majd a következő részben hallotok. Magyar hangok. Szeretnyei Béla, Hacser Józsa, Márton András, Gruber Hugo, Földesi Margit, Radó Döniz, Kassai Károly, Felföldi László, Bor Zoltán, Pató István, Horváth László, Horváth Gyula, Földi Teri. A forgatókönyvet írta és a filmet tervezte Marty Murphy. Zene Karel Svoboda. Rendezte Hisayuki Toriumi. Magyar szöveg Kertész Judit, hangmérnök Bérci Endre, rendezőasszisztens Szalai Éva, vágó Kozma Mari, gyártásvezető Ozorai Katalin, szinkronrendező Várai Ibolya. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült.